Na akkor viszont, ami még nekünk itt marad feladat, az az, hogy megkeressük a maradék két rudat, illetve a leírásokat, hogy hogy kell a... Hogy hívják ott kinyitni. Storage-be. Jó, menjünk a B storage-ba. Szóval, hogy hogy kell a karokat beállítani. Akkor itt van ugye a két raktárunk ebben a kettő. Gondolom mind a két raktárban benne van az egy-egy gépezetnek a kar beállítása. Illetve egy-egy rúd is lesz. És a raktárak azok az amnéziában sose jó helyek. Ugyanis mindig vannak rohadékok. Szinte kivétel nélkül. Úgyhogy gondolom erre most is számíthatok. Hát de lássuk is. Mi jót kapunk ide len? Ej, persze. Már is rohadék. Nem baj, szerencsére időben visszacsuktuk rá az ajtót, nem látott meg minket, nem hallott meg minket. Hagyjuk, hogy elvonuljon, aztán mi is bemegyünk majd. Van már nekünk tapasztalatunk a rohadékokkal, nem igaz? El is ment, jó van. Legjobb mindig, hogyha a zenére hagyatkozunk, hogyha az elhalkul, akkor a Mr. Rohadék is elvonult. Melegebb éghajlatokra. Hát itt sok-sok szén, de semmi használható. Jó, gondolom arra megyünk majd tovább, akkor először itt körbenézzünk még. Lássuk itt mi van. Becsukjuk. Hát itt igazából úgy, hogy semmi. Használható egyelőre. Na itt két tűzszerszám. Hát azzal sokra nem megyek. Ennyit erről a teremről. Oké, akkor mehetünk tovább. Be a raktár sötét bugyraiba. Na. Nyitva hagyom az ajtókat. Hoppá, már kisfagyott a lámpásom. Vagy csak... Nem. Nem tudom megnyitni az eszköztárat. Akkor itt valami történni fog. Itt valami történni fog. Bizony, bizony. Kezd a karakterünk kicsit szédelegni, és megint elájultunk. Megint elájultunk. Na de hol vagyunk? Kis boros pincécske. Mindig jó. Legalább lehajtjuk magunkat kedvünkre, és könnyebben fog telni a... Ojja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 jj
Na lássuk, láttunk-e valamit a kulcsukon? Vagy nem kulcsuk, hát mi ez a résen az ajtó mellett? Betörik egy ajtót. Betörik. Ez olyan helyes kifejezés? Na mindegy. Betör. Ja, nem vagy, betörik, az is jól hangzik. Betörik. Elment. Csodálatos. Igen, hát az előbb határozottan egy omlás volt, ugye? Ti is emlékeztek rá. Tiszta bizarr dolgok történnek itt. Bizarr és zavaró dolgok. Jaj. Nem szerettem én ezt. Legalább a hordók mögött találtunk kosonni Mr. Rohadék elől, hogyha játszani támad kedve. És Mr. Rohadékot ismerve biztos, hogy kedve lesz majd játszani. Aha, jó. Most várjál már, itt jöttem be? Nem vagyok én biztos ebbe. Nem, megnézzük minden ajtót. Ez biztos, hogy nem itt jöttem be, de ezt most bezárjuk. És akkor szétnézzünk itt valami használható után. Na, a ládácskába talán itt lesz valami. Olajocska, nagy olajocska. Yes! Hogy állunk olajügyileg? Rakjunk is bele. Egyet, és még mindig van olaj, addig jó, amíg van. Ezt itt bezárjuk villámgyorsan. Ide bemenjünk.
Jaj, aha. Ezeket gondolom nem tudom mozgatni, mert... Igen. Na jó, akkor egy papír kell nekem gyorsan. Már én meg nem jegyzem, főleg, hogyha valami ijesztő dolog is be fog ide jönni a képbe. Hogy mi hogy van. És akkor szépen felírjuk. Na, papír. Azt mondja, hogy egyes. Ennyire akkor ábrázolik az első fölfele, aztán lefele, lefele, és fölfele. Ez a storage bee, ugye? És akkor ez az egyes számú vezérlőpult. Nagyon jó. Oké, felírtuk. Viszont még kéne itt lennie valaminek. Egy rúdnak. És ott a rúd, oké, és itt van olaj is! Nincs több olaj a hordóba. A fene egye meg. A fene egye meg. Hát oda fönt valami? Semmi. Jó, maradjon csak ez itt szerintem. Jó lesz ez Torlasznak. És akkor egy feljegyzés. I've seen so much of this accursed place and my bid to escape. Sewers, storage rooms, mechanical doors and contraptions. My efforts with the machinery of this castle make me feel like it's an organism that is sustained by my feeble attempts to free myself of its clutches. I'm very much a part of this place. Aha. Hát érthető, hogy ez az Ulrich nevű úriember nem örül, hogy nem könnyen jut ki innen. Na hát, négy fel is amplitudó, és persze jön a rohadék, hát ki hitte volna. Na mit írtunk fel? Level configuration in storage be up, down, down, up, leveled. Ja, ó, hát nagyon jó, magának is felír, akkor nekem nem is kellett volna feljegyeznem. Na mindegy, nem tudhattuk előre. Viszont a rohadék az itt van valahol. Nem fogok lámpát kapcsolni, mert... Ez az ajtó előtt van, jó hallom? Valahol itt van. Pedig... Szép halkan elpakolunk innen. Így. És akkor megnézzük, mi a helyzet. Hát... Látjátok a folyosó végét? Én látom. Megvárjuk, amíg... el nem hal a zene teljesen. De mint hogyha hallanám a távolban morogni a rohadékot. Hűha. Hogyha ez is itt fog járőrözni, mint a Brut tette a börtönrészlegbe, akkor nem leszek boldog. Ugyanis itt nem tudok majd olyan könnyen elosonni mellette, mint a Brutnál, mert ott legalább körbe-körbe ment itt meg. Én nem emlékszem, hogy lenne bárhol olyan hely, ahol körbe-körbe járkálhatna úgy igazából. Tehát... Gyakorlatilag be fog itt állni egy helyre. Hát, megpróbáljak kimenni. Most nem hallom mondjuk, de mégis hallom. Fene megeszi, itt van valahol ráadásul, nem is messze. Ajjaj. Lámpát nem merre kapcsolni, mert akkor meglát. Szóval nem tudom, hogy nem-e fog erre fele jönni. Ajjaj, ajjaj, nem lesz ez így jó. Nem lesz ez így jó. Tudjátok mit? Zajtesztet fogunk csinálni. Aha, hallotta. Fene megeszi a pofáját, hallotta. Ezt is hallotta. Nem baj. Basszus! Aha. Most betöri ezt az ajtót. És utána errefele fog jönni. Elbújjunk a doboz mögé, az mindig jó. Ha esetleg ide akarna bejönni. Vajon hol van? Basszus! Ez én voltam, ezt nem kellett. Jaj! Volna! Doboz, kus! Most ezt hallja vajon? Igen, ezt hallja, és itt jön. Vagy mégse? Hol van ez a szar? De itt van, itt van. Ne! Bejön. És betörte az ajtót. Ajja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 j
Jó van, ott megy. Akkor mi elindulunk utána. Sajnos. Akármennyire is nem tetszik ez most nekem. Saját maga összetöri az üvegeket. Oké, ott megy. Mi is ezt az útvonalat fogjuk követni, amit ő. Csak üveget nagy összetörjem. Merre ment? Ott megy. És azt hiszem az ajtó, ahol ki kell mennünk, az ugyanazon az oldalon van, ahol ő már. Itt megy körbe-körbe, jól van. Szerencsére. Csak itt megy körbe-körbe. Kilesünk. Jó. És megyünk innen. Jaj! Ne 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 ne. Mi az, hogy csak így utánam jön? Oj, basszus! Nem baj, a hordó véd minket. Ez az abszolút a védelem. Hiába morogsz. Nem vagyok itt. Basszus, ott áll az ajtóban. És nem akar elmenni. Azt hiszem ez a... Ezt nagyon benéztük, halljátok, oda nézzetek. Hey! Jó, elmegy. Letesszük szép, halkan a hordót. És... Aztán visszament a hordós terembe. Ezt is bezárjuk. És futunk. Futunk. Nincs más, futás van. Jaj, bassza meg! Már megint egy! Ez most honnan jön? Nem csukom be az ajtót, látnom kell, hogy hol van. Még egy rohadék, aj, basszus kulcs. Fele megeszi most már őket. Nem akarom, hogy észrevegyen. Pedig a elmeállapotom már nagyon rossz. Aha, ott van, jó, most láttam egy kicsit. Ez is itt körbe-körbe mászkál? Igen, most erre jön, nehogy begyere ide, nehogy begyere ide! Aztán elment. Itt mászkál körbe. Jó, elment. Mi pedig ki? Amíg ott balfaszkodik arrafele. Én erre balfaszkodom el. És itt az ajtó kifele. Ezt be is csukom. És futás. És futás. És ezt is becsukjuk, és futás. És futás. És futás, és kin vagyunk! Hű! Hát ez keményen lopakodós rész volt. És pedig még nem is akarta szabadítani az egyik rohadékot. Hátulról az aljadék, de nem sikerült, mert én elbújtam az abszolút védettséget nyújtó hordó mögé. Viszont a rossz hír, a nagyon pocsék és rossz hír az az, hogy egyrészt az, hogy az emellapot az szörnyű, a másik pedig az, hogy van még egy raktárunk. Úgyhogy most az következik.